Sziasztok! A következő növényünk most egy egész fejezetet fog kapni, mert olyan szerte ágazó, és olyan sok minden fűződik hozzá, hogy nem is tehettem mást. És ez a növény a rozmarin lesz. Mediterrán növény és a földközi tenger partvidékén őshonos, örökzöld cserje. Számos helyen nőszerte a világon, a kertekben, de különösen Olaszországban gyakran találkozhattok vele. Nagyon illatos, ha megmorzsoljuk így a leveleit, érezzük, milyen kellemes is. Tehát ez egy ilyen illatos fás fű, azaz bokor. Tavasszal és nyáron a növény kék virágokat hoz, a rozmaring elég nagy cserje, szóval akár két méter magas is lehet, de azon túl nem nagyon nő. A neve a latin rozmarinusból származik, ennek a jelentése pedig tengeri harmat. Nagyon népszerű fűszer, és talán biztosan mindenki találkozott vele, ugyan mágikus oldalát lehet kevésbé ismerik, pedig tisztelete a régi korokig nyúlik vissza. Manapság nagyon népszerűvé vált azok körében, akik mágikus célokkal szeretnek növényekkel dolgozni. Ez az egyik olyan kivétel egyébként szinte, ami tényleg csak ugyanarra a megfelelésekkel és gondolatokkal használnak, mint körülbelül az ókorban vagy más régebbi korokban mivel egyébként a legtöbb esetben kicsit egyébként így újraírják a történetet, vagy átírják, vagy egy másik szemszögből alkalmazzák. De szóval ez nem egy új keletű dolog, már az ókori egyiptomiak számára is szent volt, és szerepe volt a rozmarignak a temetkezési szokásoknál is, a túlvilági túlélő készlet egyik része egy rozmaringák volt, de néha a múmiákra is elhelyeztek rozmaringból készült koszorúkat is. Tehát az ókori egyiptomiak is ismerték, mint fűszert, és használták is, viszont az ókori görög vallásban nagyon különleges szerepet kapott, a rozmaning az oltárok, a templomok és a szent ligetek szentelésénél, de díszítésénél is előkerült, nagybecsben tartották. Például, mikor készültek a vizsgára és tanultak, rozmaning koszorukat hordtak, hogy a memóriájukat fokozzák. Úgy gondolták, ha például a párnájuk alá rakják, nyugodt álmaik lesznek, a házi istenek kis szobraira rozmarin koszorúkat raktak, Horácius egyik kódája szerint. Ha nem volt pénzük drága tömére, akkor rozmaringot áldoztak az isteneknek helyette, használták illatszerként is. Viszont kultikus szerepe nem merült ki ebben, Afroditének is szent növénye volt, és a Legenda szerint az első rozmaring az újszülött afrodité körül növekedett. A keresztény hagyományokban is találkozhatunk vele. Egy andaluz mítosz szerint Mária Józseffel és kis Jézussal egy Rozmarin bokorban rejtőztek el, mikor menekültek Heródes elől. Van egy másik legenda is, ami a szűzanyához kapcsolódik az azt meséli el, hogy Szűzmária kék ruhájában, megérintett egy fehér virágos rosmaring bokrot, és a virágok azonnal kék színűvé változtak. Tehát a rozmaring szent növény Afrodité és szűzmária számára is. Egy megint másik legenda szerint a rozmaring 33 évig növekszik, mint amennyi, ugye, Krisztus volt, mikor meghalt és feltámadt. Ilyen-olyan kis mesékkel mindig találkozhatunk a Rosmaringgal kapcsolatban, úgyhogy ha utána olvastok, biztos ti is sok mindent találtok még ezen kívül is, pedig nagyon sok mindent fogok még elmondani. Amúgy ezt a szuper növényt, a Benedek rendi szerzetesek terjesztették Európában a 8. század környékén, ők orvosságként tekintettek rá, nagyon népszerű lett, és használták mindenfélére, mint kimerültségre, rábadozás idején, de még eszméletvesztés ellen is. Azért, mivel ez egy mediterrán növény nyilván elsősorban a mediterrán térségekre vonatkozik. A beteg szobában rozmaring leveleket égettek a középkorban, mert ezzel tisztították a levegőt, de ha náthásak voltak, köhögés és megfázás esetén a pipába rakták és szívták, a nyak körül hordták, hogy Pest is elkerülje őket, úgy gondolták a rozmaring véd a szemmelveréstől is, de a gonosz szellemek és rémálmok elhárítására is használták. Franciaországban például a rozmaringot égettek a betegszobákban és a kórházakban, hogy megtisztítsák a levegőt. Viszont a középkorban a rozmaringhoz számos más hiedelem is tartozott. Például összekapcsolták a szerelemmel, a hűsége, és az emlékezéssel is, mint jelkép. A lovakorban bájitalok egyik eleme volt, és szerelmi vágykeltőt véltek egyébként benne felfedezni. Ennek a gyökere nyilván az ókori nyúlik vissza, Rosmaring ágakat gyakran szűdtek a mennyasszonyi koszorúkba, amit masnival ékesítettek, de emellett díszes rozmaring ágakat is adtak nászajándékban nász népnek. Ennek a célja az volt, hogy a szerelmi köteléket elmélyítsék. Ugyanakkor ezzel szándékozták megvédeni a friss házaspárt, hogy a kapcsolatuk boldog, harmonikus és elsősorban tartós legyen, számos szokás fűződik még hozzá, ugyanebből az okból kifolyólag. Az urak és a hölgyek virágzó rozmaringgal érintették meg egymást, azzal a célzattal, hogy majd szerelemre robbannak, Megint másik hagyomány szerint a rozmarin ágát be kell mártani a friss házaspár italába, ezután a párnak ugyanabból a pohárból kell kortyolni, ezzel is megpecsételve, hogy a szerelmük tartós maradjon, és minden nehézséget elviseljenek, akkor egy másik szokás szerint a rozmaring segít tökéletes pontossággal megőrizni a friss házaspár emlékeit a mennyezőről, és mindig eszükbe juthat ez a meghit boldog pillanat, ami majd pajsként védi majd őket a nagy kihívásokkal szemben. Tehát a középkori Európa az emlékezés a hűség jelképeként tartotta számon a rozmaringot, Például találkozhatunk vele Shakespeare hamletjében, ahol az őrült Ofélia mondja, itt van rozmaring, hogy emlékezz rám, vagy a Rómaú és Júliában Laulens apát azt mondja a temetésen, hogy szárítsátok le könnyeiteket, és helyezzétek a rozmaringot ezekre a kedves halottakra. Mivel a rozmaring az emlékezés és a hűség szimbóluma ezért volt, hogy a temetőkbe ültették, vagy összekapcsolták ezzel, mivel a szeretet nem múlik el, és az emlékek is megmaradnak, a sírba is dobták, jelezve, hogy az elhuntra mindig emlékezni fognak, Különös hiedelmek sorával találkozhatunk a különböző évszázadokban, Későbbi időkben nagyon divatossá vált egy rozmarink szeszt, amit magyar királyné vizének is hívtak. Természetesen ezt kb. egy csodaszernek tartották, aminek fiatalító, szépítő és közvénygyógyító hatást tulajdonítottak, és azt tartották róla, hogy ezt Szent Erzsébet királyné használta, és vele is csodát művelt. Persze, ez egyértelműen az akkori kor marketing fogása volt, valószínűleg Erzsébetnek nem sok köze volt ennek a szesznek, szóval nem valószínű, hogy használta volna. Erről a vízről először egy páduai orvostanár művében olvashatunk a 17. század környékén. Ez Azután egyébként elterjedt Európa szerte, Franciaországban is népszerű volt. Van egy hiedelem Szicíliában, miszerint a rozmaringot a tündérek nagyon szeretik, de mai napig gondolják sokan azt, hogy rozmaring vonza a tündéreket és a jó energiákat. Régi, mágikus varázslatok és formulák részeként gyakran találkozhatunk a rozmaringgal, az egyik legrégebb ilyen jelegű növény, amit kultikus célel használtak, és használnak ma is a Mírha és a Tömén mellett, sokan szoláris tüzes szimbólumnak tartják, megint mások meg a holdhoz kötik, és tengeri vízi varázslatoknál is előveszik. A modern boszorkányság szerelmi vonzáshoz előszeretettel alkalmazza, úgy gondolják, hogy a gyertyalángon égetett rozmaring szálak a leghidegebb szívet is megbelengetik. Misztikus céloknál természetesen hasonló minőséget kapcsolnak hozzá, mint az ókorban, például hűség, emlékezés, de előveszik féltékenység eloszlatásához is. Használják még a fiatalság megőrzéséhez és a hosszú távú élettartam elérése véget, az idősebb boszorkányok természetesen ma gyakran teszik bőrre és hajra, hogy ezzel megőrizzék az egészséget és a szépséget. Amulettekhez, zacskóba és más mágikus készítményekhez szokták adni, és mivel memóriával és mentális tisztasággal is összefügg, érdemes egy sikert hozó amulett részeként is alkalmazni. Iskolai vizsgákon vihetünk egy kis rozmaringot magunkkal, vagy ha veszünk egy olyan fürdőt, ahol a növényt szórjuk bele, vagy az olajából csepegtetünk bele, segít, hogy milyen az emlékezetünkbe vésődjön az aznap folyamán történtek, tehát ugyanazokra a célokra alkalmazzák, mint régen, ami Azért szinte elég meglepő, amilyen átírások vannak ma. Röviden összefoglalva, a rozmarink növeli a memóriát, a mentális tisztaságot, hogy tudjunk egyfelé összpontosítani. Vannak olyan mesék, ahol a rozmarink illata is képes a memóriát megnövelni. De pont ezekért a tulajdonságok miatt olyan célokhoz ajánlják, ahol ez nagyon fontos. Mondjuk egy sikeres iskolai vizsgához, tanuláshoz is. Azt tartják róla, hogy kinyitja az elménket is, olyan mély részeket érinthetünk meg vele így, amik már rég elfelejtettünk, és nagyon mélyen vannak. Tehát a múlt képeiben segít kiigazodni, hogy ezt tisztán lássuk, és annak, ami valójában ajánlják álomunkához és reinkarnációs utazáshoz is, mivel úgy tartják, hogy elősegíti a visszaemlékezést. Helyezd a rozmaringot a párnád alá, hogy segítsen emlékezni az álmaidra is. Távol tartani a rémálmokat és más nem kívánt éjszakai látogatókat, de szokták tisztító célzattal is spirituális fürdőknél is elővenni, Néha a tömén helyettesítőjeként is alkalmazzák, védelmező szerepet is tulajdonítanak neki, úgy tartják, hogy segít, hogy megszabaduljunk a negatív minőségektől, és távol tartja a gonoszt, elűzi a rémálmokat, a nem kívánatos szellemeket. Tehát kicsit hasonló a töménhez, aminek nagy mágikus szerepet tulajdonítanak. A védő és tisztító jellemzőivel együtt a rozmarink segít megtörni a rontást, vagy más rossz indulatú varázslatot. Szokták javasolni, hogy rakjunk védelmező célzattal egy rozmarin koszorút az ajtón fölé, vagy az ágyunk alá, persze füstölni is szokták. Ajánlják még abban az esetben is, ha az otthonunkban hosszabb ideje tartó betekeskedés van. Hogy rosszbaringot égessünk borókával, mert ez meghozza a gyógyulást, és ezzel képletesen is persze fertőtleníthetjük az otthonunkat, azaz kiűzhetjük a betegséggel kapcsolatos rossz szellemeket, energiát. Erről a csupa csoda növényről már korábban említettem, hogy azt tartják, hogy vonza a tündéreket, ezért sokan termesztik nagy mennyiségben is. Ha a tündéreket szeretnének meghívni, akkor a rozmaink egyébként gyakran előkerül, Ma nagy reneszánsza van, hogy ilyen-olyan lényeket invitálnak és kérik segítségüket, Azért ne felejtjétek, a tündérek, akármennyire is jók és szépek, néha nagyon kacifántosak tudnak lenni. Lehet érdemes megnézni egyébként a Jonathan Strange és Mr. Norrell című sorozatot. Igaz, csak egy évadot készítettek, de ott van benne egy tündérkirály, akinek meglehetősen csalfa természete van. Nagyon jól eltalálták a tündérek csalfa oldalát is. De akkor menjünk vissza a rozmaringra. Kicsit így a végére mondén témákra evezve, az aromaterápiás céloknál hasmenés kezelésére, emésztési panaszokra, légúti megbetegedéseknél alkalmazzák. Egyébként csodaszer itt is, hisz immunerősítő és gyógyászökkentő is antibakteriális hatású, jó megfázásra, ugye migrénre is, ezt már lassan mondtam. Úgy gondolják, hogy a fejbőrre masszírozott rozmaningolaj megakadályozza a kopaszodást és serkenti a haj növekedését, de ezt nem tudom nektek megerősíteni. Ha esetleg valaki tud valami információt róla, hogy ez tényleg hatásos, akkor az nyugodtan írja le. Fájdalom csillapító és fertőtlintő hatása is van. Növeli a vérnyomást, ezért azoknak nem ajánlják, akiknek magas a vérnyomásuk. Bizonyos szinten mérgező ezért csak kis mennyiségekben ajánlott, főleg terhes nőknél veszélyes vigyázatok vele, meg amúgy minden illóolajjal, az olaját nem szabad nagy adagokban belsőleg bevinni, de amúgy sok illóolajjal így van, ezért szakvéleményt kérjetek ki, ha bármit belsőleg, bármilyen mennyiségben szeretnétek alkalmazni. Megfelelései, szerelem, vonzás, védelem, tisztítás, megkötés, barátság, hűség, fiatalság, memória, emlékezés. Természetesen a megfeleléseit nem csak az olajokhoz tudod használni, úgyhogy csak bátran. A történeteket természetesen én is olvasom könyvekből innen-onnan. Úgyhogy ennyi lett volna most, és köszönöm a figyelmet. Sziasztok!